Alacsony az önbizalmad, bizonytalan vagy, netán nehezedre esik döntéseket hozni, nehezedre esik mások előtt az érzelmeidet kifejezni, akkor hoztam neked egy meditációt az önbizalom megerősítésére. Én Ambrus Zoltán vagyok, én kundalini jóga tanár, és ez a kundalini jóga hagyományából eredő meditáció, ami abban segít, hogy hozzákapcsolódj a legbelső lényegedhez, a legbelső magodhoz, ami feltétel nélkül szerethető, aminek nem kell megfelelni semminek, semmilyen külső feltételnek, hanem amely kifejezi a valódi egyediségedet, egyéniségedet és szerethetőségedet. És hogyha ebből a belső magból, ebből a pontból kommunikálsz, akkor hitelessé válsz. És minden bizonytalanság szétfoszlik körülötted. Próbáld ki ezt a meditációt. Nagyon egyszerű, és a mudra is magát a gyakorlatot támogatja meg. Ugye a mudra az a testhelyzet, illetve a kéznek a pozíciója, ami az elemeket, a tatvákat irányítja. A légzés pedig az, ami a pránát irányítja. És a test, a kéz pozíció az úgy néz ki, hogy a hüvelyek ujjat a kis ujj dombja alá tesszük. Ugye itt különböző reflexpontok vannak. A hüvelyek ujj az egót képviseli, a mutató ujj a Jupiter, a bölcsesség bolygója, a középső ujj a Szaturnusz, az önfegyelem bolygója, a gyűrűs ujj a nap, az energia, az egészség bolygója, és a kis ujj a kommunikáció, a Merkur. És a hüvelyek ujj begyét a kis ujj dombja alá tesszük, és a többi ujjat rácsavarjuk. És összetesszük a kezeket úgy, hogy érintkezik a tenyérnek az alja, és az ujj percek, és a hüvelyek ujj, jól látható, hogy az belül van, mint egy fajta védelmi burokba van, ahol az összes támogatást megkapja. És egy mintázott légzést fogunk végezni, ami azt jelenti, hogy húzd ki magad, és ezt a mudrát tartsd meg a tested előtt 20-25 centire, ez egy kényelmes póz, lazítsd a vállakat, a gerinc egyenes, és a szemek egy tizednyire nyitva, nézhetsz a kezeid felé, és hosszú mély belégzés lesz majd szájon, csücsörített szájon. Hosszú mély kilégzés orron, belégzés orron. És kilégzés szájon. Amikor a szájunkon lélegzünk ki, akkor csücsörítjük a szájakat. Hát olyan, mint hogy egy szívószálon fújnánk ki a levegőt. Ez a gyakorlat nagyon jót tesz azoknak is, akiknek légzési nehézségeik vannak, kopdal küzdenek, vagy post-covid tüneteik vannak, hiszen ez megerősíti az egész légzési rendszerünket. És a csücsörített szájon való kilégzés az a vagus nervusra, a bolygóidegre hat, és ezáltal ellazítja a paraszimpatikus idegrendszert. És hogyha a paraszimpatikus idegrendszer ellazul, akkor egy nyugalmi állapotba kerülünk. Hogyha a nyugalmi állapotban vagyunk, akkor nem stresszelünk, nem aggódunk a külső körülményekért, azért megfelelünk-e másoknak, stb. És nyugodtan tudunk a saját belső magunkból, az erőforrásainkból kommunikálni kifelé. Jó? Ez lesz a gyakorlatnak a lényege. Tehát vedd fel a kéztartást, hüvelyek ujj a kis ujj dombja alatt, csavard rá a többi ujjadat, érintsd össze a tenyér alját, és az első új percek érintkeznek, jó? És ezt tartsd meg a mellkasod előtt, és kezdjük a belégzéssel orron keresztül, úgy egyszerű, belégzés orron, kilégzés csücsörített szájon,
belégzés csücsörített szájon. És kilégzés orron. Jó, a belégzéssel tölts fel a tüdőt, de ne legyen rajta feszültség. Belégzés orron. Kilégzés szájon, ugyanúgy üríts ki a tüdőt, de ne legyen benne feszültség. Belégzés szájon. Kilégzés orron. Még egyszer belégzés orron. Kilégzés szájon. Belégzés szájon. Kilégzés orron. És még egyszer végezzük el együtt. Belégzés orron. Kilégzés szájon. Belégzés szájon. És kilégzés orron. És hosszú mély belégzés. És nyújts ki a kezeket felfele. És szorítsd az öklödet. És a kilégzéssel lazíts. Oké. Ez a meditáció abba fog segíteni, hogy tudj kapcsolódni a legbelső forrásodhoz, ahhoz a tiszta energiához, ami nem szorul rá semmire, senkire, és önmagában szerethető a puszta léte által. Amikor innen kommunikálsz, akkor az önbizalmat, a nyugalmat, a magabiztosságot, az autoritást fogod kisugározni. Ja? Hasonló videókért kövess be, és hogyha tetszett a videó, akkor oszd meg a barátaiddal, illetve írd meg a véleményedet, hogy milyen hatása volt a gyakorlatnak rád nézve. Köszönöm szépen, Szatnám!